Itt vagyok a megbeszélt helyen, odaírtam az élőthöz is, te kurva! De már nem tudok rád mit mondani, már kikeltem magamból, én is anyámat a szádra vettek tenap, te kurva! Hát milyen ember, odaírom a címet, másik cím kell neked? Szia, testvérem! Szia, vérem! Gyere, 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 Milánka, és csak! Milánka, ahogy megbeszéltük, itt nincs rendőrség, bemegyünk, oda bemegyünk, és ott csak az egyikünk jön le, a másiké felmerek a barátaink. Bemegyünk én meg te, senki nem jön be, és utána csak a győztes fog lejönni, a vesztesért meg felmerek a barátai. Mert a vesztesnek úgy kell, hogy feküdjön az agyadat, kitaposom. Sportszerűen kitaposom az agyadat. Gyere ide, légy szíves, ne legyél csicska. Azt mondta, ide jössz. Nézd meg, itt vannak a barátaim a teszperelem, nézd csak. Látod, akiket a szádra vettél? Nézd csak, de senki nem szól bele. Senki nem szól bele. Látod, testvérem? Azért mondom, gangster pályát akarsz? Ne, azt is megkaphatod, öcsém. Azt is megkaphatod, amit akarsz. Úgy, Charlie Chaplin, gyere nyugodtan, itt várunk, nézd meg. Chopper, ne azt mondjátok, hogy Chopper Chaplin. De megígérem neked, az Istenre esküszöm. Senki nem szólt bele, felmegyünk, te meg én. És elmész innen vesztesként. Gyere, szerezd vissza a becsületedet. Itt várlak, már rég elmúlt 5 óra, hol vagy? Hol vagy, öcsém? Már rég elmúlt 5 óra, na hol vagy? Na, a gangsterpályát akarta, azt is megkaphatod, de nincs gangsterpálya. A barátaim, a testvéreim azért jöttek velem, hogy mert mi a szádra vetted őket, hogy nem kicsit csurbult a becsületekön, hogy visszaszerezzem, az ő büszkeségüket is visszaszerezzem. És miután megbasztalak, utána megfogod, és így le fogsz térdelni, bocsánatot fogsz kérni, te asszony. Hát össze beleírtam a live-otba a címet, kiraktam mindenhova, tudod te is nagyon jó, hogy hova kell jönni. Tessék, itt várunk. Gyere! De mondom, mi csak ketten felsétálunk ebbe az edzőterembe, nézd meg. Itt nincs rendőrség, se garázdaság, semmi. Itt az edzőterem, öcsém. Felsétálunk, és a győztes jön le. A vesztesnek bérbe kell feküdnie fent. De igazad van, ez nem sport. Hagyj menjen addig, ameddig a másik ellemájul. Na, gyere, szeretettel várunk, bébi vagyó! Enni jöttünk a McDonald'sba, azt kint tud senki! Enni! Vigyázz, csak nem lehet bemenni, mert akkor a vírus! Na, az a baj! Milánka, látod mi? Nem úgy, mint ti vagyunk 10-20-an. Öcsém, itt erőt képviselünk. De, ezzel az erővel én nem érek vissza. Én megátkoztam magamat. Az egész ország előtt megátkoztam magamat, gyere ide, menjünk föl ketten, boxoljuk le. Csapatban nulla esélyed van. Nulla, te is nagyon jól tudod. Itt nincs csapatozás, itt csak te rólad van szó, meg én rólam van szó. Te fogod, belevontál mindenkit, a testvéremet, a barátaimat, anyámat a szádra vetted. Gyere, legyél férfi, mutasd meg, hogy te férfi vagy. Te kurva, hát itt mi adta tudod a címet? Hányszor hívtalak? Hányszor hívtalak, kinyomkodták, csöves geci? Hányszor hívtalak? Gyere, felkészülve várunk! Gyere, te nyugodtan úgy, ahogy te mondtad, baltákkal megérnek, gyere! Akkor meg nem mentek el élve innen. Ha, gyere, úgy is jöhet, öcsém! Balták, a testvéreimmel elkapunk, hát gyere, kapjál minket! Gyere, kapjál minket, itt várunk! De nem minket, csak engem. Felmegyünk, itt vagyok, nézd csak a megbeszélt helyen, amit az életben is beírtam. Ide jöttök, felmegyünk, egy az egyben leboxoljuk, normálisan, férfiak módjára, ájútra kell ütni a másikat, az a lényeg. Nincs az, hogy megverjük, meg így épp két-három ütés, nem, ájútra kell ütni a másikat. És amikor már ájút a másik, akkor lejöhetünk, és az ő barátai felmennek kérdésbe, beviszik a kórházba. Ennyi az egész, igazából más nem is tudok mondani, amit mondjak. Ha nem lehet menni, az McDonald's menni, hogy verjem a faszom a szátomba. Jaj, most mi van, tesó? Hallod, szurkolók is jöttek. Meddig várjunk, öcsém? Azt mondtad, ide jössz bárhova. Na, itt vagyunk. Nem mersz ide jönni? Gyere, itt vannak a barátai is. Gyere, várunk sok szeretettel, tesó, gyere. Hallod, én már Tupac is egyszer meghalt. A rapperek meghallnak mindig, vigyázzatok. Nem vagyok abban! Te hagyd a
Itt a Mario! Állunk, de ki állunk! Gyere, leszólózzunk! Szólózhatsz vele is! Szólózhatsz a Marióval is! Csak először velem kell, hogy szólózzál! Ha engem meg tudsz verni, akkor boxolsz a testvéremmel! Ha engem meg tudsz verni, akkor boxolsz vele! Itt állunk, ne hangoskodjon! Meddig várunk még? Mennyi ma az idő? Repedd, Mário! Repedd, Mário! Repedd! Fekete vonat! Gyermek, máskor ne csinálj! Látom, te szartod a gatyádat! Én vagyok a gyerek, aki beveri neked egyből! Fogja a gecibet! Nem szabad így, dasok! Nem, normálisan, ide jössz! Látod, ezt mondtam neked, ha jön 5 millió barátom, akkor sem fog senki se beleszólni. Letérdeltem, az ország szégyenen lennék, hogyha itt van 100-150 barátom, és ha valakit hagynám, hogy beleszóljon, én saját magamtól visszavonulnék, elmennék papra. Senki se szól bele. Nem engedem senki, hogy beleszóljon. Van nekem becsületem, van nekem férfiasságom, meg tudom egyedül is mutatni egy ilyen kurvának, mint te, hogy ki vagyok én. Mire kezdtük állat? Hol vagy? Milán! Itt vagy, Milán? Itt a Milán? Kam, semmi. Bazd meg, megrazottam a repet, akkor mehet még egyszer. Figyelj, minden kínet meg látjuk, ki tud repelni, meg tenni, te kenni, mi meg tud tenni, letenni. Itt vagyok a tény, mutatom, meg te, mutatom. Hallod? Már tegnap tudtam, hogy kurva leszel, nem jössz ide. Innentől a neved! Charlie Chaplin! Fomágó! A fomágó! Kapsz egy kis kalapot, egy sétapálcát a csém! Azt menjél magadnak! Vagyunk egy pára, ja! Na hol vagy? Hol vagy, Milán? Hol vagy? Azt mondod, bár a vadősz! Odaírtam az életbe 40 perc ezelőtt a címet! Kiraktam a Facebookomra is a címet! Mi is a félünk a rendőröktől, testvérem? Bevállalunk mi is mindent. Úgy jössz ide, hogy akarsz. Ide jöhetsz, a becsületedet visszaszerezheted, egy-egybe leboxolhatjuk, kikapsz, hazamész. Vagy ide jössz a csapatoddal, úgy is mehet, a gyászba húzunk, én viszem az egész balhét, ha úgy van. Érted? Hát úgy mondtad ezt, hogy te gangster vagy, meg ilyenek, mint hogyha én valami úri környéken nevelkedtem volna. Ültem én is 4 éve töcsén, azt csak te voltál börtönbe. Tudod ezeket nagyon jól. Most meddig várunk még itt? Remélem, a kocsiba vagy, Milán? De nagyon várunk téged, szétcsókolom a szádat, baby! Már 8 óra után jelentkezik be! Ja. Majd így, hogy jelentkezik be 8-5 perccel, ahogy szoktál, 8-5 perccel, hogy na most gyertek ide! Most, mert már tilalom van! Még jó, mert megkészítést tudunk, szóval tudunk ajánlni, tudunk itt várni. Jót. Kentakinál kell. Most miért nem kell ide jönni? Nem is értem. Gyere ide, tesó, várunk sok szeretettel. Nem. Gyere, testvérem, gyere, várunk. Avabri, ava barom. Gyere, tesókám, gyere, várunk téged itt sok szeretettel. A fél ország téged néz, a fél ország előtt szégyeníted meg magad. 6200-an nézik, 6300-an. Megfogod, ide jössz, kikapsz, hidd el nekem, sokkal többre fognak téged ezért becsülni az emberek, mint hogy most ezt csinálod, hogy kurva módon otthon maradsz, a házadra akarsz hívni, a családodra, te akarsz engem elvitetni, te nem is milyen dolog volt ez, fogod magadra hívod a rendőröket. Hát ennyit csinálok, üdvözlöm, egyes ezen a címen hallok valami hangoskodást, mint ha valakit ütnének. Puff, már 15 perc, ha kinnulok a rendőrök. Meg ez... Combja, összeér a két combja, én nem bírálom. Te dagadt kacsa. Halljátok? Halljak meg! Várjatok, nem értem, amit mondok, mert nem jól beszéltek ki, már tudom, hogy kell. Háp. Hápogni szokott, a hápogósunkba. Jaj, de szépen. Gyere, hogy mutassam az arcomat, hogy emlékezzél rám, én is itt vagyok, és a mögötted lévők is tudjanak. Itt vagyok. Az is! Na, merre vagy, tesókám? Meddig várunk még szerinted? Bocsánat, hogy egy-két csúnya szót használtam, de ma annyira feszült vagyok, amilyen anyámat tegnap januárban halt meg édesanyám is, direkt stufként anyámat a szájára vette, ez a senkiházi szégyentelen kurva. Gyere, én leírtam a címet az életben, Topánka utca 4, 20. kerület, a Mekkinél. Meddig várjuk? Nem tudom, meddig várjuk. Nem fogok ezek.
addig várunk, ameddig nem jön ide. Felesleges beszéd járt. Akkor viszont kezdjétek el leverni a sátrakat! Mert ma addig várunk, még nem jön ide! Hideg élelmet vegyünk magunkhoz a négy napra! Nézd csak, öcsém! Gyere nyugodtan, te mondtad, hogy ott vannak veled a testvéreid. Mi a testvéreidet? Figyelj, gyere nyugodtan a testvéreidet, senki ez nem fog érni. A hétköznapokban mit fog csinálni? A hétköznapokban bujkálni fog. Bujocskázni. Egy, kettő, három, tízezrekig számol, és utána megkeresi magát a házba, ott megint elkezd tízezre számolni. Charlie Chaplin! Hát nem is tudom, mit mondjak. Gangster rapper, hol vagy? Gangster rapper! Hanyan vagytok gangster rapper? 10-12-en gangster rapper. Te gangster rapper! Nem vagy! Nagyon várnak a fiúk, tesó! Hát, hogy esetleg, amit kinézek belőled, hogy inkorrekt módon jönnél ide, mert lenne annyi eszed, de én most is letérdelek az egész ország előtt, megesküszöm mindenkinek, 7400-on nézik. Ha ide jön, ebből az emberből, akik ott állnak, senki nem fog hozzáérni. Bemegyünk, itt az edzőterem, ott van az edzőnél a kulcs, felmegyünk ketten, megbeszéltük, és a nyertesről le. A vesztesnek eszméletünkkel fog feküdnie. Azért, mert ez nem sport, mert anyámat a szádra vettem, pedig csak leütöttelek volna. Na, ezek gyere. Hagyjad az egészet most. Gyereke. Mi itt vagyunk, nem kellene. Na jó, van, figyelj ide. Már nagyon a közül minden. Értesz, mit mondom? Lépjünk. Hát már itt a rendőr, már ott jövök a rendőrök. Minden rendőr itt. Tipli. Jó, tipli. Fiúk testvére! Sziasztok mindenkinek! Láthatátok, mekkora egy kurva! Senki, meg megtaláljuk egyenként, bemegyünk. Innentől a neve Charlie Chaplin, megértetted? Kalapot vegyél magadhoz, meg egy sétapálcát. Lépjünk, menjünk, testvére. De még mindig jönnek a testvéreim, hogy megcsokogassanak téged. Miután lehoztalak. Dehogy is, nem várunk, menjünk. Na várjunk. Na jó, áldás, békesség mindenkinek. Milánka, szerintem már ne élőzzél, ne csinálj semmit, meg volt adva a lehetőség. Nem tudom, mindegy, meg volt, már tegnap tudtad a címet, az időpontot. Minden tudtál, letiltottál a számodon. Ha másról hívtam, váratok, nem érdekel, hogy itt van a rendőr. Nem érdekel, hogy jönnek. Lenyek, hát hol nem tizét, ugye vagy? Teli van az egész kocsi, mindenki néz, te bolond. Na, menjünk, Zsa. Gyerünk. Zsa! Bevállalós volt a testvérem, bevállalós volt, elég, dobjad a szét. Tipri, gyere, Aci! Ja, és innentől ne élőzzék, kurva! Igen. Most megmutathatod volna, hogy asszony vagy. De megmutathatod, hogy még mini kislány vagy. Melyik van? Sziasztok! Áldás, békesség mindenkinek, dicsőség az Úrnak, szép estét mindenkinek! Jó, nem megveszek másikat! Semmi vész! Szép estét mindenkinek, gyerekek! Jó, tipli! Túl gyerekek, érted? Gyerünk! Túl felnőttek vagyunk! Áldás, békesség mindenkinek, ne arra gondoltok, hogyha egy-két csúnya szó elhagyta a számat. Szoszi, szia, testvér! Na mi van itt? Menjünk! Itt vannak az igény! Jó, szóval, hogyha elhagyta egy-két csúnya szó a számon, csak beültem a kocsiba, tudjak normálisan beszélni. Ha egy-két csúnya szó elhagyta a számon, ne arra ugyatok, bocsánatot kérek. Csak édesanyámat tegnap a szájára vettem, mondom, aki januárban halt meg, direkt szufként. Öcsém, szerintem ennél nagyobb szégyen, amit most csináltál magadra. Vigyázz. Itt vártunk 40 percet. Leírtam az élődbe is, hogy mondom a címet, bárhol dősz, odaírtam egyből a címedet. Vagy a címet, hogy hova kell jönni. Miért nem jöttél ide? Mondom, innentől ne lájvozgassa, ne csináljál semmit. Áldás, békesség mindenkinek, dicsőség az Úrnak. Mondom, még egyszer elrúgjatok, hogy egy-két csúnya szó elhagyta a számot, csak nagyon feszült voltam, ideges voltam. Arra számítottam amúgy, hogy ide fog jönni, mert tegnap beszéltünk telefonon, és talán még azt mondta, hogy ide fog jönni. De hát a kurvák maradnak mindig. Jól mondom? Gangster rapper. Vagy mi vagy te? Charlie Chaplin, kurva. Charlie Chaplin a kurva. Innet az a neved. Nem, Chopper, la, a kurva vagy. Hallod? Charlie Chaplin, tédelod él, cigány otthon, mert akkor a cigány vagy. Az Isten áldjon, te kurva. Az lesz innet a neved. Na, áldás békés mindenkinek.